Na és akkor a reklám után itt van velünk Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció alelnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Több mindenről is szeretném kérdezni, amennyire időnk engedi. Az egyik hallotta a beszélgetésünket erről a kémügyről, vagy ennek a nyilván tudja, hogy miről van szó. És talán, mint volt kancellária miniszter, többet tud erről, mint egy átlagpolgár. Elhiggyük ezeket a történeteket, politikának gondoljuk inkább, véletlennek, hogy pont most derül ki. Szóval, hogy ön, aki nem tudom, hogy a konkrét ügyről mit tud, de talán hallott már hasonlókról, mit tart e felől? A konkrét ügyről nagyon-nagyon kevés dolgot tudunk. Ugye a Demokratikus Koalíciónak nincsen tagja a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságában, nem is engedtek be minket a mai zárt. Vadai Ágnest küldték el. Igen. Ági próbált bejutni, de a zárt ülésre nem engedték, hogy bent maradjon. Ezért aztán a konkrét ügyről nekem pontosan annyi információm van, mint önnek, vagy a rádióhallgatóknak, amit olvashatunk, vagy hallhatunk. Abban azt hiszem, hogy biztos, hogy van valami, ismervén általában a Fidesznek a politikáját, amire ön is az előbb utalt, hogy az időzítés az biztos, hogy nem véletlen. Itt az európai parlamenti választásokra próbálnak időzíteni valamilyen olyan ügyet, aminek egyébként lehet valóságtartalma, de én ezt megítélni nem tudom. Azt látjuk, hogy az elmúlt 2-3 évben a Jobbik Oroszországgal kapcsolatos politikája az gyökeresen megváltozott. Az elmúlt 2-3 évben egy már-már érthetetlenül orosz barát az összes Európa és Oroszország közötti konfliktusban Oroszország pártján álló politikát követ a Jobbik. Ezért annak lehet alapja, hogy akár a magyar törvények által meg nem engedett módon is van együttműködés Oroszország és a jobbikos politikusok között, de ez csak a magánvéleményem, nyilván az ügyet részleteiben nem ismerem. A másik kérdés ugye az adósság, kiderült ma, hogy jóval nagyobb ez a bruttó államadósság, mint amennyit ben reménykedtünk, és ez az egész csak azért is lényeges, mert az Orbán kormánynak egyik fő törekvése volt, hogy ezt csökkentse. Ugye most ez elérte éppen a GDP 84,5, kicsit több mint 84,5%-át. Így igaz, az elmúlt 2 hétben két nagyon sokkoló gazdasági adat jelent meg, ráadásul az a két adat, az egyik az államadósság, a másik a költségvetési hiánynak az adata, amiről maga Orbán Viktor is mindig azt mondja, hogy egy kormány teljesítményét leginkább ez alapján, a két adat alapján lehet a gazdaságban megítélni. Ugye a hiánynál ott tartunk, hogy az év első 4 hónapjában a teljes évre tervezett hiánynak elértük a 97%-át, egyébként ami elképesztő adat. De azért mindig szokott benne lenni egy ilyen egyenletlenség. Tehát az első fél évben nyilván ennek egy csomó oka van, mindig magasabb szokott lenni, és aztán ez nem arányosan nő az idő igaz, de az, hogy az év egyharmadában eljussunk az éves hiány 97%-áig, azért ez páratlan. Én ilyenre egyetlen egy alkalommal sem emlékszem. A másik pedig az ön által is hivatkozott államadóssági adat. Ugye 2010-ben, mikor a kormányváltás volt, akkor 5%-kal volt ennél alacsonyabb az államadósság, mint ahol most tartunk. Ráadásul önnek igaza van, Orbán azt mondta, hogy a politikát ez alapján kell mérni. Vagyis, hogyha az államadósság magasabb, mint 4 évvel ezelőtt volt, a költségvetési hiány 4 hónap alatt az éves tervezetnek majdnem a 100%-án jár, akkor azt mondhatjuk, hogy az orbáni politika az Orbán Viktor szerint is megbukott, hiszen ő maga állította ezeket kritériumokat. Viszont úgy látszik, hogy a gazdasági növekedés az nagy jobb lesz, mint amit számítottak, és nyilván hosszabb távon azért az egy alapvető fontosságú dolog, talán még az adósság is azzal kinőhető. Nem tudjuk, hogy ez tartós, ez a növekedési pálya. Az elmúlt egy hétben nagyon fontos, elsősorban külföldi pénzügyi kutatóintézetek jelentettek meg elemzéseket arról, hogy vajon hosszú távon is fenntartható ez a növekedési adat. Ők inkább pessimisták voltak. Azt hiszem, hogy valamennyi érdekében nekünk abban kell bíznunk, hogy inkább a kormánynak van igaza, és tartós lehet ez a pálya. Az a baj, hogy pont az államadóssági, és pont a hiányadat az, ami miatt ugye az egyik leghíresebb válságokat megjósolni szokott közgazdász, a doktor végzetként emlegetett közgazdász is azt mondja, hogy pont emiatt nincsen Magyarországon növekedési potenciál. Hat országot, ha jól emlékszem, Rubini, és csak a Magyarország is szerepel, mint akik veszélyesek az egész világgazdaságban. Pont emiatt a nagyon magas államadósság és a nagyon magas hiány miatt kerültünk be e közé a 6 leginkább veszélyeztetett ország közé. Én nem osztom azt az optimizmust, amit a jegybank elnöke Matolcsy György vagy a miniszterelnök Orbán Viktor oszt.
a magyar gazdaságnál, magyar gazdaságban látszik, hogy ezek már nem csak kilengések, ezek nem időleges dolgok. Folyamatosan nő az államadósság az elmúlt 1-2 évben, bármit is próbált kommunikálni a kormány, és folyamatosan túlmegyünk azon a limiten, ami a hiányban elfogadható lenne. Az a gazdaságpolitika, amit már lassan egy összvér makacságával folytatnak, ez az unortodox gazdaságpolitika, ez úgy tűnik, hogy nem hozza meg a remélt eredményt. És ugye ebben benne van ebben az eredményben, hogy most már lassan 5. éve, 4. éve azért a magánnyugdíjpénztáraktól elkonfiskált elég tisztes összeg. Hát ugye ebben a 85%-os adatban nincsen benne. De ha halmozódásban benne van. De hogyha hozzátennénk, akkor pont 95%-on állnánk a GDP arányos államadósságnál, vagyis hogyha a 3000 milliárd forint magánnyugdíjpénztári vagyont nem vette volna el a kormány, akkor a 2010-es kormányváltáskor meglévő 80%-os hiány most pont 95%-on állna, csak azért 85% és nem 95%, mert egy része ide ment az eltapsolt magánnyugdíjpénztári vagyonnak. Vagyis az Orbáni gazdaságpolitika az egyértelműen államadósság növelő, és ezt még a magánnyugdíjpénztári vagyonnal sem tudták ellensúlyozni. Ugyanakkor azért a forint árfolyam csökkenése megállt, és hát ha így úgy is változó mértékben, tehát végül is a magyar államkötvényeket is lejegyzik. Most tudom, hogy a múlt héten volt egy nagy visszavásárlás, de egyébként tehát az a piac nem billent meg, tehát azok még úgy többé-kevésbé bíznak a magyar gazdaságban. Nézd, tartósan 300 forint fölött van most már az eurónak az árfolyama, ami példátlan. Az idei év eleje óta néhány pici javulástól eltekintve folyamatosan a rossz tartományban van a forint árfolyama. De emlékszem pontosan, hogy ki mondta ezt, talán Navracsics Tibor volt még ellenzéki frakcióvezetőként, aki azt mondta, hogy egyértelműen megbukik egy kormány, és rosszul teljesít, hogyha 300 forint fölé kerül az euró árfolyama a kormányzása alatt. Jó, de hát nem bukik meg, hát látjuk 305, 6, 7 ilyeneket. Én amúgykor megnéztem a konkrét adatokat, ami 8 éves kormányzásunk idején összesen 31 néhány napig volt 300 forint fölött az euró árfolyama. Az Orbán kormány idején ez ennek a többszöröse, már évelején is ez több mint 250 nap volt, azóta pedig folyamatosan 300 forint fölött van az euró árfolyama. A devizahiteleseknek ez egy nagyon-nagyon rossz hír. A miniszterelnök mindig arról beszél, hogy megmenti a devizahiteleseket, most éppen talán úgy fogalmazott, hogy csak várja a legfelsőbb bíróság döntését, és utána óriási sebességgel cselekedni fog. Még legegyszerűbb az lenne, ha visszaállna a normál gazdaságpolitika következményeként a normál euróforint árfolyam, svájci frankforint árfolyam, és akkor nem lennének ilyen elviselhetetlenek a törlesztő részletek. Molnár Csaba, a DK elnöke. Köszönöm szépen. Köszönöm, viszont hallásra.